a 32. Zsoltárnak címet találni, ez egy izgalmas feladat, hiszen bűnbánati Zsoltárral van dolgunk. Ilyen Zsoltár a 6., 32., 38., az 51. talán az ismertebbek közé tartozik, de az összesen 7 bűnbánati Zsoltár közé tartozik még a 102-es, a 130-as és a 143. Zsoltár is. Azonban meglepő módon ennek a Zsoltárnak, amikor a szavait és a gondolatait ízlelgetjük, ez a cím is eszünkbe juthat, hogy minden nap boldogan. Valóban lehet minden nap boldogan élni? Igen, minden nap boldogan. Erről szól ez a gyönyörű dávidi Zsoltár. Hallgassuk meg. Dávid tanítása. Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt, akinek lelkében nincsen családság. Amíg hallgattam, megavultak csontjaim, a naphosszatartó jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedett a kezed, ellankadt az életerőm, mint a nyári hőségben. Vétkeimet bevallottam neked, bűnömet nem fedeztem el. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűnömet, amelyel vétettem. Azért hozzád fohászkodjék minden kegyes, amíg még megtalálhat. Ha a nagy vizek áradnának is, nem érhetik el őt. Te vagy oltalmam, te mentesz meg a veszedelemtől. Körülveszel engem a szabadulás örömével. Bölcsé teszlek és megtanítalak téged, hogy melyik úton járj, szememmel tanácsollak téged. Ne legyetek oktalanok, mint a ló és öszvér, amelynek kantárral és zablával kell szorítani az állát, másképpen nem enged neked. Sok bánata van a gonosznak, de aki bízik az Úrban, azt ő kegyelemmel veszi körül. Örüljetek az Úrban, újjongjatok ti igazak, vigadozzatok mindnyájan ti tiszta szívűek. Minden nap boldogan. Ez juthat eszünkbe erről a Zsoltárról, hiszen ha feltennénk a kérdést, hogy mi az, ami leginkább veszélyezteti a mi boldogságunkat, tényleg mi a legnagyobb szomorúság az életben? Mit akar ez a Zsoltár megoldani ahhoz, hogy valóban minden nap boldogan lehessünk? Ha most itt hirtelen egy közönség szavazást tartanánk, hogy mire is szavazzunk, mi a legnagyobb szomorúság az életben, akkor talán azt gondolom, hogy számos szavazatot kapna. Az az opció, az a lehetőség is, hogy talán a legnagyobb baj és a legnagyobb szomorúság az, amikor magamnak reménytelen vagyok. Amikor úgy érzem, és ez Dávid Zsoltárában az érzés, Dávid érzése is, hogy nem tudok mit kezdeni a hibáimmal, nem tudok mit kezdeni a rossz gondolatokkal, az elkalandozó tervekkel, a csapongó érzelmekkel, az erős indulatokkal, a csábító vágyakkal, a gyenge akarattal, vagy a túlerős akaratossággal, egy szóval rendellenes a működésem úgy, ahogy vagyok. És napról napra felfedezem, hogy hol az értelem, hol az érzelem, hol az akaratvilágom. Az én belső lelki életem különböző tagjai ide-oda hánynak, vetnek, megcsúfolnak, kinevetnek, becsapnak engem. Valóban ez a legnagyobb oka az ember szomorúságának? Természetesen szomorkodhatunk azon, ha mások kárt tesznek bennünk, vagy a becsületünkben, de én azt gondolom, hogy az ember számára nincs annál nagyobb kudarc, mintha én magam nem tudok mit kezdeni. A reménytelenségnek és a javíthatatlanságnak ez az érzése az, ami Dávidot is Istenhez viszi. Azt mondja, hogy nincs nagyobb terhem saját magamnál, Istenem. És szeretnék teher nélkül élni, szeretnék boldog lenni, minden nap boldog, mert nem minden nap kopog be hozzám valaki azért, hogy felbosszantson vagy megijesszen, de én minden nap kéznél vagyok magamnak ahhoz, hogy valamilyen módon kioltsam a nyugalmat, a békét, a derűt, a reménykedést a szívemből. Istenem, még jó, hogy jöhetek hozzád. Még jó, hogy megismerhetem azt a lehetőséget, hogy én a bűnös ember, a magam céltalan vagy oktalan emberi természetével ajándékba boldogságot kaphatok tőled, ha egy feltétellel, ha őszintén, tiszta szívvel jövök hozzád, egyenes lélekkel. Vigadozzatok mindnyájan, ti tiszta szívűek, nem véletlen ezzel a mondattal fejeződik be a Zsoltár, hiszen ez az a hozzáállás, az egyenes, tiszta szívű hozzáállás, amit az Isten valódi boldogsággal tud jutalmazni. A Zsoltár maga nem véletlen két boldog mondással indul. Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott és vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt, akinek lelkében nincsen családság. A bűnnek mindenfajta ártatlanabb és ártalmasabb formáját felsorolja az első két vers. Hamisság, vétek, bűn, családság. Az összeset hozzuk Isten elé. A mindennaposan boldog ember azt tapasztalja meg, hogy a belső működési zavaraimat az Isten kegyelmében megfüröztve és megtisztítva, akaratom, gondolataim, érzelmeim, mindezeket megtapasztalva juthatok igazi boldogságra. Jöttem Istenhez, és ő megbocsátott. Odafordultam hozzá, őszintén, egyenes, tiszta szívvel megbántam a bűneimet, és a tiszta szívben nem a tökéletesség van benne, az ember befejezett állapota, hanem a tiszta szívben az a vágy, hogy bármibe is kerül, azt akarom, hogy te megtisztíts engem. Mindenféle kompromisszum és magyarázkodás nélkül tiszta szívvel fordulok hozzád, nem mentegetem a menthetetlen tovább. Segíts nekem, reménytelen vagyok, javíthatatlan vagyok, ugye jöhetek hozzád. Persze Dávid is kipróbálta enélkül, de hát nem sok értelme volt, amíg elhallgattam, megavultak csontjaim a naphosszat tartó jajgatás miatt. Magamban tartottam a bűnt, és megemésztett engem. Beszélni kell róla. Menni Istenhez. Ember nem tud feloldozni minket. A kegyelem ingyen van Istentől közvetlenül. Jézus Krisztus, ő az egy, ami közben járunk. Nem véletlen, hogy Pál apostol egyik kedves igéje, a 2. vers, boldog ember az, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt. A római levél 4. fejezetének 6., 7., 8. versében el is mondja, hogy milyen tanulságos, hogy a hitből való megigazulás, azaz, hogy az ember jön bűnösen, és anélkül, hogy bármit fel tudna mutatni váltságul, vagy fizetni, vagy jóvá tenni, Isten az igazságot tulajdonítja neki cselekedetek nélkül, írja Pál. A Zsoltárok több ezer éves mondataiban az isteni kegyelem és jóság különleges munkálkodását látja bizonyítva az apostol. Mi kellett ehhez? Csak annyi, hogy beszéljek. Menjek Istenhez, és mondjam el, kendőzés, mentegetőzés, magyarázkodás, másokra hárítás nélkül mondjam el. Amíg nem teszem, azt mondja, éjjel-nappal rám nehezedett kezed, ellankadt életerőm, mint a nyári hőségben, amikor valami úgy leszívja az embert. De mihelyt vétkemet bevallottam, és bűnömet nem fedeztem el, meghoztam a döntést, azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, vessző. És mennyi idő telt el itt? Évek? Térden csúszva kellett könyörögnie bocsánatért? Érdemeket felsorakoztatnia, jóvá tennie, kifizetnie? Nem. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűnömet, amellyel vétettem, vagy hogy más Biblia fordítás mondja, a régebbi Károlyi fordítás, vétkeimnek terhét. Teher nélkül élni. Magunkat, a legnagyobb terhet a maga félelmeivel, a maga kicsinyes önzésével, szeretetéségével, és az ebből fakadó rossz és önös döntésekkel, ezt vinni Isten elé. Ezt jelenti minden nap boldogan élni. Ezt jelenti hibákból is győztesen kikerülni. Folytatja is Dávid, azért hozzád fohászkodjék minden kegyes, amíg még megtalálhat, és ha még nagy vizek áradnának is, nem érhetik előtt. Olyan érdekes kép ez a nagy vizek. Mindannyiunk életének megvannak a maga személyes vízözönnyei. amikor összecsapnak fejünk fölött a hullámok, és szinte halljuk a fülünkben azt a suttogó hangot, azt az alattomos vádat, hogy na ugye egyszer téged is utolér, na most jól megkapod, csak magadnak köszönheted, megérdemelted, nézd meg, hogy nézel ki, és a többi mondatot. Sokszor hallottam, és hallom, és fogom még hallani, nem mástól idéztem ezeket. De azt mondja Dávid, ha nagy vizek áradnának is, mióta tudom az utat az Istenhez, mióta tudom, hogy lehetek minden nap boldog, miközben én magam vagyok a legnagyobb ellensége a saját boldogságomnak, azóta megyek Istenhez, mert te vagy oltalmam, mondja a 7. versben, te mentesz meg a veszedelemtől. És körülvennének a nagy vizek ugyanis, áradnának, de te körülveszel engem a szabadulás örömével. Minden nap boldogan. Ismerjük ezt a kategóriát, a szabadulás öröme? A Bibliának a boldogságtana igazán gyönyörű, csodálatos. 3 nagy boldogságot említ, tiszta örömöket. A hálából fakadó boldogság, amikor megtanuljuk értékelni az Isten testi-lelki áldásait, az együtt örülés, amikor önzetlenül vagyunk boldogok, tehát a másikra koncentrálunk, a segítségnyújtás, az osztozás, az együttérzés jegyében, és a szabadulás boldogsága, a szabadulás öröme, amikor legmélyebb lelki küzdelmeinket, végső soron magunkat bízzuk az Istenre. Te vagy oltalmam, te mentesz meg a veszedelemtől, körülveszel engem a szabadulás örömével. És ezen a ponton a Zsoltárban megszólal az isteni hang. Egy ígéretet és egy tanácsot ad a folytatáshoz Dávidnak és mindannyiunknak. Mert van folytatás. Igen, kihúztalak téged a vízözömből, igen, levettem a terhet, önmagadat a válladról, mert a szeretetem, a jóságom a garancia, hogy lehetsz más ember, új ember, de azért valamit neked is át kell értékelned. Bölcsé teszlek, mondja Isten a 8. versben, és megtanítalak téged, hogy melyik úton járj, szememmel tanácsollak téged. Ad bölcsességet, a szemével tanácsol, ez egy nagyon érzékeny, észrevehetetlen, pillanatok alatt végbe menő útmutatás, de azt mondja, hogy ehhez az ember kell, mert nincs szemkapcsolat, ha csak az egyik nézi a másikat. Figyelj rám, keresd a tekintetemet. Iratkozz be az én iskolámba, hogy megtanítsalak téged. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, mondja Jézus. A Máté evangélium a 11. fejezetének a 28., 29., 30. versében tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok. Mert ahhoz, hogy az ember eljusson odáig, hogy vétkemet bevallottam, eldöntöttem, hogy bevallom hamisságomat, hogy vigadozzak, mint a tiszta szívűek, ahhoz meg kell értenünk, hogy tanulók vagyunk életünk minden idejében. Minden nap boldogan azt jelenti, hogy minden nap tanulóként. Minden nap keresve a szemkapcsolatot Istennel. Hogy Jézus Krisztus által, az evangélium által, az igéje által igazságra, bölcsességre és törvényre tanítson. Arra a másik törvényre, nem az önzés és a félelem törvényére, ami belőlünk is fakad, ez nem kell ránézni, ehhez magunkra kell nézni. Ha ránézünk, akkor a másik törvényt, a szeretet törvényét, vagy annak a 10 parancsolatban kibontott Isten-ember, ember-ember kapcsolatokat felölelő törvénygyűjteményét szemlélhetjük. Ahogyan Jézus Krisztus itt járt a földön, és nem eltörölte, hanem betöltötte ezt a törvényt. Máté evangélium 5. fejezetében beszél erről. Szeretettel, hittel, reménnyel mutatta meg, hogy mit jelent nem oktalanul élni, és ez itt a tanácsa az Istennek. 9. versben mit is mond Dávidnak? Ne legyetek oktalanok, mint a ló és az öszvér, amelynek kantárral és zablával kell szorítani az állát, másképpen nem enged neked. Nem megdöbbentő ez az isteni mondat? Olyan kedves, szerető, burkolt feddés. Értelmes ember, Isten képére teremtett teremtmény, képtelensége arra, hogy belátásra jusson, hogy egyenesen szembenézzen, hogy Istenre nézzen, hanem kantárral és zabolával. Isten sokszor meg kell, hogy terheljen bennünket, rám nehezedett kezed, mondja a bűn teher alatt nyögő Dávid, mert menekültem előled, a szövetségesem elől, mert nem fogadtam el a segítséget, inkább a magam csatáit vívtam. Bölcsé teszlek téged, itt az ígéret. És itt van a tanács, ne legyetek oktalanok, mint az összvér és a ló, amit kantárral és zabolával kell szorítani, mert nem enged, mert a maga feje után menne, makacsul a falnak. Bizony sok bánata van a gonosznak, fejezi be a zsoltár Dávid, de aki bízik az Úrban, azt ő kegyelemmel veszi körül. Örüljetek az Úrban, újjongjatok ti igazak, vigadozzatok mindnyájan, ti tiszta szívűek. Boldog, boldog ember, örülj, újjong, vigadozz. Ez a 32. Zsoltár felszólítása, bátorítása, ígérete. Boldognak lenni Istenben, boldognak lenni önmagunk ellenében, egész életünkben, fiatalon, idősen, bajban, teherben. Ostoba döntéseink következményeit aratva, békét találni Istenben. Kívánom, hogy a 32. Zsoltár újra és újra, minden nap vezessen vissza minket ehhez a boldogsághoz.